abban egyetértünk, hogy nincs olyan, hogy túl sok furmint. Így van. Furmint van sosem elég. Oké, nézzük, hogy a makkosoltatott borokból melyikben található furmint. Az icerben nagyjából egy 30%-nyi furmint van, a szuprémben egy 60%-nyi, a tőtlenesükben egy 70% az alap. Beszéljünk a legújabb tételről, az icerről, hogy jött a név és mit kell tudnunk a borról? Az icer ez egy új próbálkozás volt számunkra, mindenféleképpen szeretnénk volna egy kicsit fiatalosabb dizájnnal megjelenni a piacon, és innen adta magát, hogy a mi kis klasszikus cinketerveinket egy picit szerettük volna átvariálni. Az icer az pedig slangből átvett kifejezés, ami azt jelenti, hogy valamivel biztos szeretnénk menni. És ennél a boldán is úgymond a három fő mária szülőfajtát szeretük volna felhasználni, úgymond a három fő fajtának az erényeit szeretük volna legjobban megjeleníteni. A furmint adja úgymond a kis feszes savakat benne, a hástlő a kis női bájt, a muskotájt egy kis játékosságot izgol a borba. Nézzük a lányok kedvencét, a tündérmesét, amiről ugye már tudjuk, hogy a kislányod után nevezted el, aki tünde. Mit kell róla tudni? Édeskés, behizelgő, kellemes tétel. Minden tudsz róla. Egy kis későszület, mi nem szeretjük túl bonyolítani a dolgokat, úgyhogy minden évben csak egy desszertet készítünk. Ha Isten is adja, akkor, akkor egy asszút készítünk, ha nincs asszú, akkor pedig egy későszületet igyekszünk készíteni. Oké, szuprém. Az a birtokban a furmint és hástlő, ugye a két főszőlőfajnál a felhasználásával készült. Ugye egy nagyon kis picike birtokról van szó, és nekünk a főfajták, ugye a furmint, a hástlő pedig nincsen elegendő mennyiségünk, hogy önálló is tudjunk vele foglalkozni. Ugye ez adta az ötletet ahhoz, hogy ez a bor megszülethessen. Három dűlő adja ennek a bornak az alapanyagát. Egy jó ivású, tiszta, ízvilágú, letisztult, de minden mádi borra jellemző ásványos karakterre rendelkező bort szeretünk volna készíteni, ami nincsen agyonhordozva, nem a fa dominál benne, hanem a szőlő és az ásványok. És hát el sikerült belőle, hát ennek az emberek nagyon szeretik, úgyhogy úgy néz ki, hogy eltaláltuk azt az ízvilágot, ami tetszik az embereknek.